Másnap mindegyik ügyen fogott, hogy semmi ötlete nincs, ezt el is panaszoltuk a tanárnénak, aki erre mérgében azzal vágott vissza, hogy vegyék tudomásul, hogy a karácsony hálás téma, és ne tessék így csoportos nyakogást rendezni, eszi nem eszi, nem kap más, és punktum téma lezárva. Erre valamelyikünk megkérdezte, hogy muszáj komolyat írni? Nem lehetne inkább valamennyire vicceset? Tanárnéni először hallani sem akart a dologról, de miután látta, hogy ettől mennyire lelkesek lettünk, belement a dologba. El is készültek a fogalmazások, hallgassatok meg néhányat. Ki is hozza az ajándékot? Engem egészen kicsi korom óta azzal a maszkalkkal letetnek a szüleim, hogy az ajándékot a Jézus hozza, és titokban teszi a falán. Sok éven át beismertem ezt a dumát. De hogy egyre nagyobb lettem, felmerült bennem, hogy itt valami átverés vége van a dologban. Anyu, meg apu azonban csak fújta magáit. Szóval, hogy igenis a Jézus hozza az ajándékot. És a többi. De gondoltam, nálunk úgyis majdnem minden este kalambó megy a tévében, elestem pár nyomozó trükköt. Ennek most utána járok. Tudjátok, mit csináltam? Titokban rászomoltam a telómat a karácsonyfára, és felvettem azt a kb. 3 órát, amikor Jézuskának ott kell járnia. És másnap titokban visszanéztem. Akkor most megosztom veletek, hogy mit láttam. 3-szor járt nálunk a Jézuska. Kiválóan tudja meg átálcázni, mert egyszer pont olyan pocakos embernek nézett ki, mint az apu. Máskor nő alakban jelent meg, és pont úgy volt elrontva a frizurája, mint az anyószorban. 30-szor meg pont olyan betűnös póló volt rajta, mint amit a tesóm volt. Ehhez most mit szóltak? Szilveszteri pesgőzés. Nálunk minden szilveszterkor az a divat, hogy éjfélkor pesgővel köszöntjük az új évet, persze mi gyerekek csak gyerekpesgőt ijatunk. Igen ám, de apu tavaly véletlenül összecserélte a poharakat, és így mi kaptuk az alkoholos pesgőt, anyuék meg azt a műanyag ízű löttyöt, ami szerintem lejárt szortosságú, almaléből készült, csak felhigítják szódával. Apunak fel sem tűnt a dolog, pedig anyu még jól le is tolta, hogy megint a legolcsóbb pesgőt választotta, mert az örökös spórolás meg ilyenek. Mi megint, mit sem sejtve, benyaltunk a tesómmal egy-egy nagy pohár 13%-os pesgőt, és bár kicsit furcsáltuk az ízét, de azért megittuk. És persze a hatás sem maradt el. Magunk sem értettük, hogy mitől indultunk be annyira, de 20 perc múlva olyan bulizásba kezdtünk a tesómmal, hogy a szomszéd néni másnap azt hitte, hogy az egész osztály nálunk szilveszterezett. Bár őszintén szólva kissé zavarosak az emlékek. Másnap aztán valahogy rájöttünk a dologra, de anyuknak soha nem árultuk el, mi történt. Mire való a fizika? Ugye mindannyian ismertek azt az érzést, amikor a tavaly még kiválóan működő karácsonyi égősort előszedve nem hajlandó világítani.
Ilyenkor jön az izzó próbálgatása egyesébe. És persze mindig az lesz a hibás, amelynek legutoljára próbáltuk meg. Na de, ettől az évtől már sokkal okosabb vagyok a témában, mert fizika órán megtanultuk, hogy mind a szoros kapcsolás miatt van. Azaz, hogy ha egy égő kiég, a többi sem hajlandó világítok. És hogy milyen fölött tanulság, hogy mindenről a fizika tehet? Mindig is mondtam a szüleimnek, hogy utálom a fizika. Egy szóval, ha nem menne fizika, nem menne soros kapcsolás sem. És nem kéne minden évben újra meg újra azon a vacahizzókkal kínlódni. Hát nem igazán van? Így utólag visszagondolva, nem minden úgy ült el, ahogy terveztük. Vegyük sorba. Én például elhatároztam, hogy mellettem van egyiket egy finom sütivel. Úgy szerveztem, hogy egy délután senki se legyen otthon, és ne hívtam. Havot vártam, tésztát nyújtottam, formalizáltam, formáztam, kibajasztam, szóval minden olyasmit csináltam, amit ellestem, amit oldottam. Aztán végül kisütöttem. Majd az illatok, azaz, hogy a szagok alapján sejtettem, hogy valami gáz van, és tényleg gáz lett. Az eredmény valami szúrófekete, és azok kemény szénféleség lett, amit még vésővel se letezek a farmány kapsi aljáról. No, de a tesóm is kitett magáért, eleudásul, míg én sem tudtam, mi hogy az ki. Épp az ünnepi vacsorához terítettünk, tele volt a konyha mindenféle finomsággal, ekkor megszólalt a csengő, és kiáll az ajtóban. Egy pizza tutár, egy hatalmas családi pizzával. Meglepetés, kiáltotta el magát a tesóm. Hát mit is mondják, anya azért nem túl ő lelkesnek. Lássuk az utolsó bármilyen történéseit. Három éve apu, aki finoman szólva sem egy technikai zseni, nem ügyesen állította be a talba a fenépát, hogy az inkább úgy döntött, hogy megadja magát a gravitációnak, és hatalmas csalamfeléssel felborult. Ez még nem lenne olyan nagy szám, de mindez az ünnepi vacsora közben történt. És hová suhant volna másoda, mint az ünnepi asztalra. Láttatok már halászlében úszkáló karácsonyi gömböket? Végül is ennek megvan maga varázsa, nem? Tavaly előtt szintén az volt az a volt, hogy gyújtsunk még egy csomó csillagot. Csak azt nem számoltuk bele, hogy túl közel van a függöny. A folytatásról csak annyit mondanék, hogy anyu, aki a munkája miatt csak később jött haza, először nem nagyon értette, hogy mit keres egy csapattűzoltó az ünnepi asztalnál. Csak volt tavaly persze, mert mint napot. Már teljes tízben pont hazottuva, amikor észrevettük, hogy a csúcs 10 nem alatt a kb. 3 méter magas fa tetejére. Apu már hozta is a három napra széket, hogy majd ő. Talán nem kéne apu, mondtam, majd inkább én. De ő hallani sem akart róla. És akkor most ugorjunk az időben 2 percet. A látvány a következő. A fenyőfa visszintes van a földön, az új LCD TV romokban, a komeg nem pereg a földön, mint egy jól lakott napközés. Ez aztán a karácsonyi időt, mi? És ha éhesek valamunk, akkor irány a fához, a papok és a szalonok, akkor jól megy a szánkhoz. Szelegedjük egytől együtt, jól megvan napva, nem mennék is, de valaki ordi. Bajban vagyok, de mesemmerem vallani, hogy mit kaptam tavaly karácsonyra a szeretteimtől. Mondom a szeretteimtől, akik elvileg szeretnek engem. Mert amik most következnek, azok szerintem maximum az ellenségeiknek való ajándékok. Jó, ne kerülgessük tovább a forró kását, sorolom. Anyuiktól kaptam egy több ciki pizsamát, háromszöges, meg rombuszos mintákkal, hogy még erről is a matek jusson az eszembe. De ez még semmi. A tesómtól kaptam egy melegítő alsót, ami úgy áll rajtam, mint tehénen a gatyát.
Kábi pont olyan komikusan nézett ki benne, mintha a pókember elkezdene három számmal nagyobb, rózsaszín melegítőben rohangálni a filmvászon. Kész csoda, hogy ezt most bemertem ballani, pedig még ez is mind semmi. Erre beállítanak a nagyék, és hatalmas csókolgatások közepette átadják a gyönyörűen csomagolt ajándékokat. Na végre, gondoltam ez már valami dögös okostelefon lesz. Erre mit látnak szemeid? A csomag tartalma három darab tök egyforma jégernagyat. El tudjátok képzelni a szintet? Ugye nem? Felvepetés napon mindenhol pinc a gyomorban. Mindenhol vásár, mindenütt akció. Mindent meg is vesznek, meg most minden eladó. Ögre, kocsi, táska, éve, mert lépszerű dolgok. Ugyanként a készokni, vagy adni a vásárlási pont. Irány a rúzver központ. Most akkor adjuk egy... Adjak fel egy hirdetést a Szuperinfóba, hogy három pár alig használt jégre alsómat a most elforra cserélni. Szóval ezek voltak a mi kis, felesem igaz történeteink. Aki elhiszi, meg is érdemli. Boldog karácsony mindenkinek!